A torontálvásárhelyi református egyházközség 2011-ben széles rétegeket érintő programot indított el. 2011. szeptemberében a református egyház tulajdonában megnyílt az Örlengén játszóház, ahol 3-tól 5 éves gyermekekkel foglalkoznak. Beszédes Mária református lelkésznő számolt be a játszóház működéséről, tevékenységéről, arról, hogy az elmúlt 2 év alatt milyen változások történtek ebben az intézményben, valamint a további tervekről is szólt. Az Örlengén játszóházban vagyunk, és az elmúlt 2 évről szeretnék röviden beszámolni, 2017-es és 2018-as naptári évről. Nagy örömünkre van az, hogy ebben a fél évben 31 gyermek van beíratva a játszóházunkba, őket láthatjuk is a felvételeken, és szintén nagy örömünkre szolgál az, hogy a magyar kormány óvodafejlesztési programjának mi is a részesei lehetünk. Úgyhogy az elmúlt 2 évben, a 17-es és a 18-as évben mi is részesültünk ilyen magyarországi támogatásban, amely támogatást a játszóház épületének a korszerűsítésére, felújítására fordítottuk, illetve a működési költségekre. A 17-es évben megtörtént ennek a teremnek, ahol most vagyunk, a felújítása, megnagyobbítása, új konyha, illetve fürdőszoba került kialakításra. Ezen kívül az épület udvari részének, ami az eresz alja volt, ezt szintén 2017-ben sikerült megvalósítani, hogy ezt becsukjuk, beépítettük, és időközben az ablakok is belettek építve erre a részre. Úgyhogy annyiban is átalakulnak most itt a viszonyok, hogy ami eddig az előszoba volt, az kikerül a teraszra, ami így egy csukott terasz lett, és ami eddig előszobaként funkcionált, ez pedig a közös ebédlő, ahol a gyerekek uzsonnázni tudnak. További terveink között szerepel, ez is el lett már tervezve, hogy egy tornatermet szeretnénk építeni az épület végébe, hátrafelé az udvarra, ahol a gyermekek téli hónapokban, hideg hónapokban is meg lenne számukra a tér és a lehetőség a mozgásra, a szükséges mozgásra. Ez az idei tervünkben szerepel. További támogatásokra is számítunk, reméljük, hogy lesznek, és hogy végeredményben egy valóban korszerű játszóházzal bírunk majd itt a gyülekezetben. Szintén az elmúlt 2 évben megkapott támogatás terhére újítottuk fel a játékkészletet itt a játszóházban, valamint sikerült beszerezni egy nyomtatót is, amelyre már régóta szükség volt. A játszóház 2011 óta működik, eleinte voltak nagyobb csoportok, akkor utána volt néhány olyan év, amikor mindössze 16-17 gyermek volt egyszerre beiratkozva, de 17 ősze óta megint megnövekedett a gyermekeknek a létszáma. Igaz, hogy van elvándorlás, és mennek is el, visznek is el gyerekeket, akik ide járnak, de úgy tűnik, hogy még mindig nagy az érdeklődés és az igény arra, hogy 3-tól 5 éves gyermekeket egy ilyen intézménybe járassanak, beírassanak a szülők. Mint említettem, ebben a fél évben 31 gyermek van beiratkozva a játszóházba, 2 csoportban folyik velük a foglalkozás, 2 óvónő, illetve egy dadus foglalkoznak velük. Ez egy református játszóház, de mint köztudott, felekezettől függetlenül várunk és fogadunk ide szeretettel gyermekeket. Az azért köztudott szintén, hogy mivel ez egy református intézmény, nem felekezeti identitásra neveljük őket, de bibliai történeteket, bibliai témájú énekeket igenis tanítunk nekik, és ezt a szülők mind tudják és elfogadják, amikor ide beíratják gyermekeiket. Hallatszik talán a zajból, hogy most is folyik velük a foglalkozás. Nagy örömünkre szolgál az, hogy a magyar kormány óvodafejlesztési programjába mi is bekerültünk, és nagyon hálásak vagyunk ezért a támogatásért, hogy az anyaország ilyen formában is a szívén viseli a
határon túli magyar közösségeknek a boldogulását, a gyarapodását, a megmaradását.